Jó napot kívánok, sziasztok! Előre is kellemes Star Wars napot, boldog május 4-ét kívánok nektek! A The Clone Wars készletek közül ez a csapatszállító az egyik, hanem a kedvencem, egyrészt a kinézete, másrészt az ajtónyitó mechanizmusa miatt, de a Republic Commando könyvsorozat óta még jobban megszerettem a gépet, melynek búgó hangja megnyugvással tölti el a kivonást váró klónokat. A minimodelleket nem számítva jelenleg három normál méretű csapatszállítót találunk, melyek első ránézése a korábbi felújított változatai. Azonban a 2002-ben és 2013-ban kiadott változat a klónok támadásában látott gépezet, amit az utastér elején levő gömbökről ismerhetünk fel. Tehát az animációs sorozathoz továbbra is ez az egyetlen normál méretű modell kapcsolódik. A pilóta és a másodpilóta fülkéjének teteje kinyitható. A Kovaki gyíkmajommal díszített ajtó mögül egy kommunikációs állomás vehető ki. Ahhoz, hogy hozzáférjünk a hordozható baktatartályhoz, mind a két oldalon fel kell tolni a fehér alkatrészeket. A tartályt kinyitva ferdén lehet a figurát elhelyezni. A fülkék fölötti kinyitható részben kettő kutató droid található. Az ajtó mozgatását technik elemek teszik lehetővé, felfedve az utasteret, melyben sugárvetőket lehet rögzíteni az erre kialakított pöckökbe. A szárnyak végén levő gömbökbe további figurákat lehet ültetni. A hajó tetején levő kilövő állásból pedig Flickfire missile rakéták indíthatók. A készlethez 5 figurát kapunk. Obi-Wan Kenobi, Plo Koon, Asajj Ventress, két hajlított markolatú fénykarddal és szövetszoknyával, aztán Kodi műanyag kamával, és egy mezei klónkatona. A doboz a szokásos dizájnnal készült, jó nagy darab, a hátoldalon a funkciókat részletezik. Az összeszerelési útmutatót két részletben kapjuk meg. A matricákat pedig erről kellett felragasztani. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!